Magyarország első számú parti műsora. A kedvenc videósaink. Háromra kérnék egy nagy csikolt nekik, jó? Háromra sikítunk a parti séköznek. 1, 2, 3! Máma szétszépázunk mindent. Ezt csak a szerbek értik, mit jelent. Igazad van, mert tényleg nem értem, hogy miről beszél. Így van. Így van, ez Szerbia. Ez az idei legjobb buli lesz. Itt annyi a lényeg, hogy legyen jéger, többi nem számít. Csak legyen valami innivaló. Így van, nálad mindig van innivaló. Hát hallom, mostán nincsen, mert kicsit egy fél óra velőbb gyűjtél volna, akkor lett volna. És az biztos, baszki, hogy úgy be fogunk rúgni, mint a kutya fasza. Ágyüttünk ide, bassza meg! Bulizunk egyet! Faj a faszon ki van! Rengeteg ágyüttünk! Ez most túl magyar volt, nem értettem. Sziasztok, ez itt a Parti Shakers legújabb adása. Elérkezett úrja a várva várt pillanat. Itt vagyunk az Oromhegyesi Vajdasági Atlantis Garden szezonnyitó bulián, jelenleg a Regál Lilivel. De a mai napon még itt van a Kuki, az Electro, a River és a Dave Pablo is. Tartsatok velünk a szezonnyitó adásban, hiszen akkor rengetegen összegyűlnek itt Vajdaságban. Nekünk is mindig öröm ide eljönni, mindig ismerős arcokkal találkozunk már, hiszen ez már az 5. évünk, hogy ide járunk. Tartsatok velünk ma is, iratkozzatok fel a TikTokra, a YouTube-ra, és nézzétek meg a mai epizódot is. Atlantis Garden! Rengeteg buli lesz idén nyáron az Atlantisba. Melyik fellépőt várja? Tudom, hogy jöttök, csak... Pogányduló. Pogány mondja. Tavaly volt egy Echo, az nem jó? Nem elég? Jó. Csak a pogány. Elég sok busz össze... Te szerepeltél már korábban. Én még nem. Én nem. Lesz pipával. Kicsit rossz állapotban voltam. Én nem akarok hülyeséget mondani, de nem te voltál az, akinek oda vittünk egy másik társasághoz, és kérdeztem, hogy van-e kapcsolódásod ide. Igen. És mondtad, hogy hát ehhez sajnos még pont már néztem meg a videót, ez a tavalyi nyitó buli. Igen, mindenkivel barátkozok, szóval én nem nézek le senkit nem nézek le azt, hogy néz ki, vagy milyen. Én mindenkivel jó fej vagyok. Akkor te nem szoktál pofaszkodni? Nem. Mi történt veletek azóta? Eltelt egy év, itt vagyunk újra a nyitón. Akkor jóba voltunk. Szóval... Mármint nem mi a nézők, nehogy félértsék, mi most is jóba vagyunk. De nem. Velük nem. Velük. Nem baj, mert nem kell őket meghívnod, több pia marad neked. Tök rendes társaság volt az egész. De én maradok a saját társaságomnál, mindig úgy vagyok vele. Ez jó vagy rossz? Jó. Neked jó, nekik jó? Igen. Máma követtem be Instagramon Betiteket, mert emlékszek, hogy úristen, jövök, mondom, nehogy ne legyen bekövetve, mondom, bekövetlek titeket. A partiséget. Igen, a partiséget. Tehát akkor ezek szerint jó, hogy itt vagyunk. Hát, ötödik évünk, majd most néztük. 5 éve járunk ide, és most követtél be minket. Amúgy igen. El kell kezdeni, de ez egy tök pozitív dolog, és én remélem, hogy találkozunk veletek a Willis Festen is, a Balkán Festen, nekünk az a legjobb. A Balkán Festen itt leszünk! Énekeltük együtt, hogy Miki, hát mekkora volt! Basza, hogy is ment az a csaj? Amúgy. Az a Malter. Tégla, Malter. Én azt nem fogom leadni, én. Majd mi leadjuk. Honnan jöttetek? Becse. Ó, Becséről jöttünk. Ó, az nagyon messze van. Egy óra? Hát egy kicsit. Egy és fél óra. De én bírom, hogy emlékszesz rám amúgy. Te rád, én ne te. De én nem gondoltam volna amúgy. Visszanéz a videót, és megvannak egyébként az arcok, úgyhogy remélem, hogy a Village-en már veletek is találkozunk. Most először vagyok itten. Én nem leszekszek, meg nem kötekszek, meg nem verekszek. Meg nem pofoszkodsz. Az az este után itt verekedtem ki. Elítéztél mindenkit, mi? De nem amúgy. Figyeljetek, ha belém kötnek, én belém kötök, szóval... Amúgy is megtanultok már. Jobb, egyedül?
Persze. Sokkal jobb egyedül. Legmenőbb buli, ami volt valaha. Most vagyunk először itten. Igen, mind a ketten. Ajánlom mindenkinek. Már busz tetszett. Legkomolyabb. Igen, a buszozás nagyon menő volt, és gondolom a buli is ugyanolyan menő lesz, szóval lehet jönni. Legkomolyabb buli. És ennyi. Mit mondjak? Viccen kívül, tényleg most vagytok először, vagy voltak? Most vagyunk először. Miért nem voltatok eddig? Hát... Csóró voltam. Én csóró vagyok az én. Fiatal vagyok, azt akkor nem jöttem. Volt jó, mit csináltatok az Atlantis nélkül? Gondolom éreztétek, hogy nem teljes az életetek. A barátok rábeszéltek, hogy ez nagyon jó hely. És ezért átadtattuk, hogy ide is megnézzük milyen. Mennyi szervezést igényelt, hogy ide eljártak? Az Atlantisban mennyi utánjárás, ugye helyiek vagytok, környékbeliek, gondolom, hogy mit tudtatok a helyről, hogy tényleg nagy sor alakult ki, ez a szezonnyitó minden vajdasági ezt várja. Hogy lehet erre felkészülni? Töménytelen piával ott a parkolóban, vagy? Hát igen, hogy egy... Az előjáték az egy kis pia otthon, aztán meg belépőt megfizetni, busszal jönni, és minden jó lesz itt. Engem körülbelül olyan 7 órakor fölhívott ő, hogy megyünk-e valahova, mondom, hát én ráérek, megyünk, és itt kötöttem ki, szóval nem sok felkészülés az egész, csak jönni kell, és ennyi. Szétnéztetek, mennyi ismerős láttatok, vagy akár a buszon, hogy te éget is ismerlek. Elég sokakat ismertünk, szerencsére. Jó emberek vannak itt, én azt mondom. Jó estét! Hello, mi újság? Hello! Olyan, mint a lenne ilyen adóbevőt neked is, így belenne dugva a füled, így mondják a füledre, hogy mit kell válaszolni. Itt vagyunk az Atlantis Garden szezonnyitó bulián. Mi van eddig ma, hogy vagytok? Kurva jó, nagyon jó a buli. Legjobb buli a világon, de a kukit várom. Ő az én sztárom. Én nem a regálilit. Nem tudom, mert az is jó, de kukit várom legjobban. Én is a kukit. Jár ide elég gyakran az Atlantisban, voltál már itt rajta korábban? Hogy hívják? A kuki azért jó, mert jó a hangja neki, olyan jó akcentusa van neki. Jó az akcentusa. Azért a legjobb ember a világon. Magasabb vagyok nálad! De végre legalább ezt is megtudtad, mi nem találkoztunk még korábban itt az Atlantisban? Nem most vagyok sajnos először, de ez mondjuk nagyon gáz! Honnan érkeztetek ide a mai nap? Én mahali vagyok! Nagyon-nagyon sokan összegyűltek itt a mai napon. Miért jó itt lenni a szezonnyitón szerinted? Ilyenkor mi... Ilyenkor mindenki itt van a környékről? Igen! És könnyű ilyenkor ismerkedni, vagy már mindenkit ismersz? Nagyon sok embert ismerek, nagyon sokat! Ők kicsodák? Itt a hátunk mögött ők kicsodák? Nem tudom, de nagyon jól néznek ki! Itt van jelenleg az iElectron, nyomja még egy fél óráig, jön a Dave Pablo, utána a Regalili és a Kuki. Milyen eddig a ma este? Mindjárt éjfél van. Imádom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon Kukit várom a legjobban! Kit vársz? Kukit! Mindenki a Kukit várja ma este. Hát nem hiszem, el imádom! Figyelj, mert akkor bulizunk, megmutatjuk, hogy vajdaságban hogy kell bulizni. Nekem az Atlantis Garden eddig a legjobb hely, amiről tudok, tehát nagyon szeretem, és a legjobb bulizó hely, mert jó a társaság is, meg a zenék is nagyon jó. Hányan érkeztetek ide annyit óra? De itt vagyunk körülbelül, nem tudom hányan, de rengetegen. Mindenki veled jött? Nem, igazából 25-en jöttünk körülbelül. Igazából a feletársaságot elveszítettük, de jól érezzük magunkat. Ilyenkor megbeszélitek a nap végén, hogy hol találkoztok, vagy majd mindenki hazajut, ahogy szeretne? Majd a buszon találkozunk igazából, de mindenkinek megvan a helye. Tehát ha valamelyik barátnél azt mondja, hogy figyelj, most kihagyom a village-et, akkor hogy nézel rá így, hogy azt a mi hagyod ki, vagy mi történik? Akkor megmondom neki, hogy fizetem a belépőt, csak gyere! Tényleg így szoktátok? De hát akkor itt van az összes bulin! Hát pontosan! A legjobb bulik mindig itt vannak! Nagyon sokan is vannak, és sok embert meg lehet ismerni. A DJ-k azok nagyon jók, és igazából nem tudom, de nagyon tetszik a hely. Körülbelül 20 éve megy a diszkó, de gondolom a szüleid is jártak ide, neki is megvan a véleményük. Mit mondanak az Atlantisról? Hát anyukám egyszer volt, és nagyon örült neki, és azóta jövök én is, mert anyukámra hallgatok, és nagyon jó. 3, 2, 1, go! Folyamatosan ismerős arcokba bukkanunk a mai napon, olyan, mint amit végig itt bulizáltak volna. Az anyukám azóta is ott dolgozik!
is ölt. Azóta voltatok ott? Nem, mindig bezár hamarabb. Nyisson ki még tovább. 9-ig dolgozik. 9:30 vele értünk ide. Hát... Egyszer beidézítjük, aztán megyünk, aztán ott is bulizunk egyet. Jó, amúgy oda is bevihettétek a kamerát most. Anya, bocsi, hogy ezt mondom. Megbeszéljük a heti akciókat, utána megjövünk egyet bulizni. Igen, ez így van. Nem fordult még elő amúgy, hogy együtt jöttök? Mert vannak itt azért retro rendezvények, és gondolom, hogy anyukát szereti a retro bulikat, vagy te azt nem szereted? Így lefelétek egymást, hogy nem találkoztok egy buliba? Hát én nem szeretem a retrót. Nem. De anyukám szereti, ő szereti. El szokott ide jönni? Ide, igen. El. Nagyon jó minden. Laci, mondja valamit. De jó, érzed magam? 100%-osan jól érzem magam ebben a buliban. És mi a véleményed a nyitóról? Szerintem ez az év egyik legjobb bulija. Ez annyira kiemelkedő, hogy egyszerűen zseniális, és egyszerűen annyi energia van, és annyi ember, de egyszerűen mégis jó tud lenni. Ez egy nagyon igaz megszólalás volt, köszönjük szépen! Milyen a buli? Alig vártam, hogy veled találkozzak! Mire majd újra jöjjünk egy a bajnokságban! Szóval! Mert annyira vártam a Gardent, egyszerűen néztem a videóitokat, annyira vártam a Gardent! Milyen eddig a nyitó? Hogy alakult nektek a ma este? Nagyon jó minden! Egyszerűen tele van ismerősökkel, és ezt vártam, hogy Vajdaságban bulizhassunk egy jót! Jöttünk nyitóra egy kicsit bulizni, mert miért ne? Csajabban! Szia! Hello! Nagyon sokan összegyűltetek, de hol vannak a csajok? Sehol! Csak a fiú! Majd leszek aztán! Az utcán találtuk! Nem volt, te meg elhoztad! Megfogtuk! Fölvettük a földről, mondom, ebbe fogok máma Gardenba gyűnni. De én tudod, hogy ez miért jó, mert legalább észreveszed a jó csajokat. Így már látod benne legalább, ez ilyen csajkereső szemüveg. Igen, ám. Amikor meglátok egy jó csajt, megfogom, fölteszem, nézem, még jobb a lássam. Egyből jó. Hát. Több magabiztonságot ad neked. Hát. Ez a nyitó. Tényleg? Hát, azt hittem, hogy a holikolóra jön. Hát, a holikolóra gyűsz. Jövök hát! Alig várom! Ha ti jöttök, akkor én is jövök! Hallod, én mindig itt leszünk! Én remélem nem lesz a hátad mögött valami por! Tényleg a tavalyról nem marad valami por! El kellett volna hozni a szent! Mi a mennyiség, ahogy tavaly kérdezted meg a csaj mennyiség? Így, akkor emlékeztek rá! Jó, hogy... Miért eddig, de tényleg a mai napon rengeteg fellépő itt van! Mit tudnátok kiemelni a nyitóból, miért jó itt lenni? Hallod, nagyon jó, megérte eljönni! Megérte! Megérte is eljönni, meg új fellépők is. Meg különleges. Ittunk, cigarettáztunk és bulisztunk. Ilyen sorrendben? Azt hiszem. Alapozni kell. Én most tudod, hogy zenét kérni? Vagy jó az este, nem kell zenét jó ide? Jó ez, amit nyomnak. Nagyon jó. A Garden nyitó 2024! Így, nyomjunk mi is tovább az interjúkat, tartsatok velünk továbbra is. Menjünk kicsit beljebb, meg megnézzük a Cookie-t, meg a Regálilit, hogy mi újság van a színpadon. Sziasztok srácok! Én Dave Pavla vagyok, és nézzétek Party Shakert! Hidem a Vajdaság! A dalod, vagyunk egy páron! Összetalak a mi kis falunk! Köbei Tornyosi vagyok, egy kicsit összeszedtem a bandám most már! Egyébként nekünk nem titok, meg ki is szoktuk emelni, hogy a Balkán Fesztiválokra nagyon szeretünk járni. Talán az egyik videón ott készült. Ez egy nagyon jó zene. Ez a Voyage-ról származik, ez a jó zene. Na, vagy kötem, szangolzunk egyet. Jut! Köszönöm szépen. Ő volt itt, te itt voltál? Ez a szerb fellépő eljött ide az Atlantisba szeptemberben. Itt voltál? Itt voltam, Arad. Vojás? Vojás, hogy? Jó volt? Arad, jó volt az étem. Azért a buli azért még jobb volt a Vojás nélkül is. Itt annyi a lényeg, hogy legyen jéger, többi nem számít. Csak legyen valami innivaló. Így van, nálad mindig van innivaló. Hát hallom, most már nincsen már. Kicsit egy fél órával előbb gyűjtél volna, akkor lett volna. Hát hallod? Mindig minden bulinál kell jönni, aztán majd lesz valami. Hallod? Most is majd
Szerintem eljönk ilyen nagyobb partikra, aztán majd lesz valami, ez a mottom. Az egyik színpadon Kuki, a másikon mindjárt Regálili meg Dave Pablo. Hogy választasz ma este? Hát egyszer itt, egyszer ott úgy tervezem. Tavaly éve, vagy tavaly előtte, nem tudom, rosszoltál nekünk. A mai napig nagy becset adjuk, hogy most is köszönjük szépen. A mai napon itt van a Regálili is, úgyhogy megint beöltöztél neki, és az első sorba bulizol. Nem, majd próbáld neki integetni messziről, hogy tán észrevesz, bár biztos a hajam miatt. Megintunk már egy liter jégert, legjobb volt, nagyon jó árban van, most csak 5000 dinár, 1 liter, legjobb, nagyon megéri. Mi nagyon berúgtunk tőle, úgyhogy igyatok, srácok! Ugyanezt tudom mondani, a legjobb spanom igazából, így mit tenni. Merci, brate! Halló! Mondj, brate! Halló! Party Shakers! Mi hárman a legjobb haverok vagyunk. Mindig együtt jártok buliba? Igen, azon kívül is. Holnap is még iszunk lent a Pálnába. Hát én nagyon várom ezt az egész évet, mert a Garden mindig a felszabadulást jelenti. Nagyon várni fogjuk az Lilithben mindenkit, úgyhogy remélem jó zenéket fog engedni, és minden jó lesz. Csávó, eljött velem. Az volt a tárgy, hogy megkeresünk tégedet. Meg kell állnodok. Így igaz. Megkeresünk téged, még egy haverom jött volna. De az olyan részek, hogy már nem tudom, hogy merre van. Számoltuk, hogy 7x8-szor idén itt leszünk az Atlantisban mindegyik fesztiválon. Vadászatok be még, aztán majd bepótoljuk vele is, jó? Jó. Üzenem neki, hogyha nézi a videót, de remélem nézi azért. Számoljátok, hogy hogyan nyitó bulitok? Nekem első. Nekem harmadik! Hogy jöjj az első? Haverod, nem hívott el téged, hogy gyere? Nem, én eddig nem ittam, én most kezdtem el. Sose késő elkezdeni, de ott mértékkel iszol. Nem. De legalább a haverod rád figyel. Elindítja a videót, indítod a videót, majd kérem a felvételeket róla. Tiszta jó, de só. Nagyon kész vagyok már. Novemberben voltam én legelőször. Mi a záró buli? Hát igen! Igen, elindítani egy szezont a záró. Jó, hát sose késő elkezdeni. De mi az oka, hogy nem voltál korábban? Hát jöhettél volna. Hát igen, csak másmerre jártam. Hát én azt hiszem múlt évben Koloron voltam utoljára. Vagy nem, legelőször. Utána voltál még? Hol? Utána voltál még? Utána voltam már páron, de nem az összesen voltam utána. Mit vártok idén? Követitek az eseményeket, hogy van több tematika is van itt egyébként idén az Atlantisban. Lesz majd a fesztiválok közül Holy Color, Hub Fesztivál, Balkán Fesztivál. Ti melyiket várjátok a legjobban idén? Hát mindet szerintem, mindegyikre jövünk. Helyes válasz. Hétbe kezdtük először járni. Milyen eddig egyébként a véleményed a helyről? Eddig mi a véleményed az Atlantisról? Hát egyre fejlődik és kurva jó. Jó a társaság, csomóan együtt vagyunk, szerintem Vajdaság legnagyobb szórakozó helye. Azt csináltok, amit akartok, rendes keretek között, tehát itt felügyelnek ám. Persze. Nem vagyok szoberázva, figyeljük, hogy mit csinálsz. Igen. Megvakarod a fűszínpárat, benne lesz a hírekben. Itt még a falnak is füle van ám. Köszöntelek ismét titeket a 2024-es szezonban is, már visszatérő vendégeink vagytok. Ahogy a bejelentő, hát kis szövegemnél is látszódott, nagyon szeretlek titeket, ismét óriási szeretet fogadott titeket. Örülünk, hogy itt vagytok. Az idei szezonban azt hiszem, hogy 5-ször vagy 6-szor még találkozni is fogunk. Remélem, hogy minimum hasonló létszámban és hasonló hangulatban, hasonló szeretetben fogunk titeket fogadni. A videó elmond mindent, tényleg teltházzal dübörög mind a kettő színpad, a másikon éppen a Kuki nyomja, itt pedig a Regálili. Erre számítottatok? Évek óta itt vagy már a szezonnyitón. Ezt vártátok ide most Vajdaságba? Elmondhatjuk, hogy a rádió egy
talán kettő top DJ-je, de hogyha nem is a top 2, a top 5-ben mindketten benne vannak. Itt vannak nálunk Vajdaságban, nyitó bulinkon. Ez óriási nagy megtiszteltetés nekünk, és amint látod, óriási a hangulat bent is, kint is. Mindkét előadót nagyon szeretik, örülünk, hogy itt vannak. Köszönjük szépen, és ugye már tökére fejlesztettük a táncunkat, mutassuk meg, hogy táncolunk! Ennyi volt már a mai adás, jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban találkozunk. Addig is éljetek hitben, szeretetben, békében. A Jóisten szeretete áldja meg Önöket, viszontlátásra! Sziasztok!